Hát akkor szép jó napokat, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Elérkeztünk a második részéhez, a Henkel H111 P kötőjel 4-es változatához áll. A második zacskó tartalma az itt van, összesen három zacskónyi volt benne. Mind a három zacskóba kiszórtam, és akkor folytassuk is tovább a dolog megépítését. Szükségeltetni fog egy ilyen segédeszköz hozzá, és ehhez a segédeszközhöz kell majd felhasználunk egészen pontosan kettő darab picike kis karikát. Használtunk már ilyet, de én megmutatom nektek megint, hogy mi ez a picike, ilyen kis fekete kis karikát kell használnunk. Ugye ezt fel kell tűznünk erre a kis segédeszközre, és a szárnynál egészen pontosan azt mondja, hogy én úgy látom, hogy ezt ide kell föltenni, ide a sarokba, ide kell betennünk ide egyszer, és a másikat pedig a másik oldalra, azt pedig a másik oldalra kell betennünk, én úgy látom. Jó. Beraktuk oda a sarokba a két kis feketét. Ezután a két kis fekete után szükségünk van, azt mondja, hogy ilyenfajta elemre, kettőre, egy és kettő. Másik, ami a fele hosszúsága ennek, ugye az ilyen, egyszer kettes, abból kell szintén kettő darabnak lennie, és kell nekünk ilyen fajta elem, ami így néz ki, így, ebből négy kell. Egy, kettő, három, és mindjárt elő kerül negyedik is valószínűleg. Már más lehetősége nincs, csak hogy előkerüljön, és meg is volnánk. Jó, van itt nekünk egy hiányos részünk, ide fog fölmenni ez a az L alakú elem, mégpedig így, egy és kettő, ide ment föl, és erre fog kiállni. A másik kettő, az a másik oldalra fog menni a szárnak, egészen pontosan, így, nagyon jó. Az egyszer négyes elem, ez, az ide fog bejönni a sarokba, ide így, egyszer, így ide be, ide jött be, a másik pedig az ellenkező oldalra, így, nagyon jó. És a kettes elem, az pedig ebbe, amit fölraktunk itt, ezeket a kis ferde valamiket, az ide fog bejönni, így ide, abba, na hát most ez lepottont a helyéről le. Jó, mindegy, akkor megfogjuk erőteljesebben, így, ez az nagyon jó. És akkor azt pedig ide kell rátennünk erre az elemre, ide így, közben fogjuk hátulról. Tehát ez a kicsike kis valami, az mögé fog bejönni, mert arra csatlakozni fog majd valami nagyon valószínű. Jó, lapozzuk tovább az összerakófüzetet. És akkor haladjunk is tovább a dologgal. Na, következő kép az a 16-os kép. A 16-os képhez kell neki, azt mondja, hogy kettő darab kell ebből. Ez a 4x6-os laposból egy és kettő darab kell hozzá. És kell kettő darab 1x8 hosszúságú lapos, ami ilyen, egy, és ebből elvileg van még egy darab, ez tökéletes, igaz, de azért számoljuk meg, hogy 8-as lesz az, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, teljesen jó, erre van szükségünk. Na, miután ezzel megvagyunk, kiválasztottuk, az 1x8-as elem az ide fog bejönni, és ezzel stabilizáljuk azt, amit föltettünk az oldalára. Aha, csak lehet, hogy ha leteszem ide az asztalra, lehet, hogy jobban járok, de nem biztos, akkor sem, mert elég erőteljes, egyszerűen az inkább így nyomást igényel, vagy még inkább, hát jó. Össze kell erőteljesen nyomkodni, erre figyeljetek oda, mert különben csáli lesz az egész repülőgép. Tehát ilyen hülyén fog állni, de bele kell rakni a másikat szintén,
Jó. Nagyon szuper. Oké. Amit én még úgy gondolok, hogy föl kell majd tennünk, ugye ezek a dolgokat kell majd feltennünk ide, és ezt pedig a következő módon azt mondja, hogy aha, jó. Ezt a 4x6-os azt úgy kell föltennünk, hogy ide. Tehát ugye itt van alatta egy ilyen, nem ide, hanem egyel előrébb kell föltennünk, és akkor erőteljesen megfogja az egész mindenséget. A másikat pedig ide kell föltennünk, és akkor megfogja ezt a valamit szintén. Jó? Hát így mindig az erőteljes, masszív német törzset építjük. Jó, akkor a következő, ami kelleni fog nekünk, 8 darab, amit én zsalupinek hívok, ez a ilyen fajta elem, ebből kell nekünk 8 darab, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8, de hogy jobban látszódjon, széthúzom úgy, hogy 4 darab, meg még 4 darab, és akkor így látszódik, hogy 4-4 darab van, és kell 4 darab ilyen fajta elem. 1, 2, 3 és 4, meg van ebből is. Nagyon jó. Ezeket a zsalukkő-szerű elemeket, ezeket úgy kell betennünk, hogy erre, amit beraktunk ide, ezt a valamit, erre pattintjuk rá őket. És közte lesz egy luk. Hát ez elég furcsa így, hogy ezt így rakatják össze, de ők tudják, úgyhogy ezt így ide végig be kell rakni ilyen szinten, hogy ezt beraksz ide 4 darabot ez egyik oldalra, bocsánat a bénázásomért, így és így, mikor ez megvan, ezt szépen összetolod, és a másikat pedig betolod a másik oldalára, így egymás után. Ez aztán a bombatartó rekesz, szerintem, ami honnan ki lehet hullajtani a bombákat. Igen, és ezeket a kis valamiket pedig úgy kell föltenni, hogy amit felraktunk az elbetű alakút, erre rá kell pattintani az egyiket előrefelé, így, a másikat pedig hátrafelé. Így kell fölpattintani rá, így jól látszik, okés. A másik kettőt pedig a másik oldalra kell fölpattintanunk, tökéletes lesz így. Nagyon jó. Oké. Ezzel megvolnánk, most jöhet a... Jön a 18-as kép, a 17-es kép, most a 18-as képnél kell nekünk egyes fajta, ilyen, ebből kettő kell. Egyet kivettünk. Jön még egy, megvan. Kell egyszer hármas. Egyszer hármas kell nekünk. Igen, egyszer hármas, ilyen lapos, ebből szintén kell kettő. Igen, és kell, ugye mutatja, hogy egy az egyben ezt ide rá lehet tenni, ez egyszer négyes hosszúságú, higgyétek el nekem, ebből kell kettő. Na most, az egyszer hármast, azt, amit föltettünk ide, azt ennek a sarkára kell tenni, így, ide. A másik egyszer hármas, meg a másik oldali sorokra kell tenni, így. A egyest, azt ide belőre kell tenni, ide, egy, de egyes, és ide be a másikat, a másik oldalt, a zsalukövek mellé kell betennünk a másik egyest. Így, most bent vagyunk, itt van bent a két darab egyes, jó? Ez a sima, ez le fogja fedni ezt, amit mi csináltunk ide. Ez erre fog kívülről rájönni, így, ide került rá sima rész, jó? Meg a másikra is rákerül, a másik oldalra. Oké, megvolnánk. A 19-es kép, a 19-es képhez kell nekünk ilyen fajta, egyszer négyes dupla oldalúból, egészen pontosan 8 darab. 1, 2, 3 és 4. És 5, és 6, és 7,
20, 8, meg vagyunk. Jó, és kell nekünk egyesből, aminek a mindkét oldala ilyen és egyes, 4 darab 1, 2, 3 és 4, meg vagyunk. Na, amikor ezzel meg vagyunk, ezeket fogjuk, és ide tesszük föl az egyik 1x4-est a legelejére. Mindjárt felpattintom. Ide került föl. Mögé jön a következő 1x4-es, így ide. Igen. Mindjárt felpattintom, ha tudom. Jó. Akkor ezt leveszem már így. Így levegőben tartva elég nehéz pattintani az elemeket be, srácok, úgyhogy... jó. Kettő, ott megvan. És... így van. És marad köztük egy távolság, és ide rakjuk a legvégére az egyest. Majd. Ha bepattan, akkor ott lesz. Jó. Tehát így, így, ide. Jó, és ide mellé a másik sort szint úgy, az berakjuk, hogy mindjárt mutatom, hogy hogyan. Az ide jön. Na, belebírek pattintani? Kettő. És akkor ez pedig így ide a sorokra. Tehát akkor így fog kinézni az egyik oldalon. Itt beraktam a két darab négyest, ugye az összesen négy darab, és a két sarokra a kettest. A másik oldalt pedig ugyanígy meg kell csinálni, jó? Akkor kész van, akkor meg fogom mutatni azt is, hogy hogy néz ki, amikor készen van. Egyszer. Eléggé masszívra épül ez a Henkel repülőgép. És igazából kevés zacskó van egy zacskóban, de pepecs munka. Tehát azt el kell mondjam, hogy nem egyszerű összerakosgatni, mert sok pici kis részlet, ami fontos, hogy jó helyen legyen. Jó? Most megmutatom, akkor ugye ide raktuk föl az egyiket, azt mondja 1, 2, 3, 4 és a két kicsi, 1, 2, 3, 4 és akkor a két kicsi. Most vagyunk meg ezzel a 19-es képpel, és most fordítunk. Így né. Na most, fog kellene nekünk ilyen fajta elem, ez. Ebből kell majd nekünk kettő. Jó. Így van, megvan kettő. Egy és kettő. Fog kellene nekünk... azt mondja, hogy jó, ilyen fajta elemből, ilyenből, ami egyes, ebből kell kettő darab, egy és kettő, és nem íves, az a lényeg, hogy nem íves, tehát nem íves, hanem ez teljesen egyenes oldalú, mert van olyanból, és van belőle kettő hosszúságú is, ebből a kettő hosszúságúból négy kell. Egy, kettő, három és négy, ez is megvan. Jó, amikor ezzel megvagytok, akkor megfogjátok az egyik ilyen L alakú valamit, így, és rá kell pattintani, azt mondja, hogy még valami van hátra, ami kell nekünk. Egyszer ötös hosszú elemek kellenek, tehát ilyenek kellenek, még ebből kell kettő, egy és kettő. Jó. A következő a megoldás, megfogjátok az egyik elalakút így, rápattintjátok az egyszer ötöst, mikor ez rajta van, az egyszer ötösnél a szélére felrakjátok az egy darab ilyen két-kettő hosszút, aztán felrakjátok az egy hosszút, és újból felraktok rá egy kettő hosszút, összenyomkodjátok, hogy jól álljon, és akkor fogtok kapni egy ilyet. A másik az szembe fog vele nézni, ugye ott azt kell csinálni, hogy
ez a rész az eltávol, tőletek távolabb álljon. Rá kell pattintani az egyszer ötöst, mikor ez rajta van, akkor megint csak ismét rá kell pattintani úgy ide a kettest, ide az egyest mellé, és megint föl a kettest, és akkor van nekünk egészen pontosan kettő ilyen cuccosunk, ami ellentétesen néz ki. Jó? Oké. Na, ez megvolna. Ez volt a 20-as kép, és a 20-as képhez ő azt mondja, hogy szüksége van neki még egészen pontosan kettő ilyen csapóajtóra, ilyen csapóajtóra, egy és kettő, oké. És van szüksége még a csapóajtót működtetni ilyen pántra. Egy és kettő. Most ezt úgy kell összerakni, hogy a csapóajtónál, ugye általában így szoktuk összerakni, de itt nem így kell, hanem fordítva kell rátenni a csapóajtóra a pántot. Hát akár így is össze lehet tolni, de igazából a legegyszerűbb, ha fogjátok és ezt így felállítjátok így, megpróbálom megmutatni, hogy így és így pattintjátok bele így fölülről, és akkor benne is van, látjátok, abszolút tökéletesen benne van. A másikat szint úgy, hogy fölfelé álljon a dolog, tehát hogy így nézzenek ki a csapóajtók. Na, amikor megvannak a csapóajtókat úgy kell föltennetek, hogy a csapóajtó az ennyit fedjen le, tehát a közepét fedje le, és ide kerüljön. Megmondom miért, itt lesznek bent a bombák. Ez a bomba rekesz, a másikat pedig vele szembe kell tenni föl, és azt meg ide kell tenni. Amikor ezzel készen vagytok, az tök jó, mert onnantól kezdve ezt az elemet, az egyiket, azt ide kell felraknotok, mégpedig így, hogy így nézzen ki, a másikat pedig a másik oldalra kell föltenni, mégpedig ugye itt a helye neki, itt a helye, ide kell bepattintani, mégpedig így, és így meg is folnánk ezzel. Szuper, nagyon jó. Jönni fog a 21-es kép, a 21-es képhez szükségünk lesz 2 darab 4x4-es laposra, és 4 darab ilyen íves valamire, ami így néz ki, és 1x3 hosszúságú. 1, 2, 3 és 4. Megvolnánk. Jó. Az 1x4-est be kell tennünk úgy ide, hogy teljesen neki toljuk ennek a valaminek, itt maradni fog egy kis rés, és ide föl kell pattintanunk, és ezzel ráfogadtuk ezt a valamit ide a helyére, és a másikat pedig ide kell betenni így, és megint csak összepartít. Ez egy nagyon masszív kis repülőgép szerelés szempontjából, ma most érzem. Jó, és úgy kell megcsinálni ezt a 1x3-ast, hogy ezt ide a legelejére kell pattintani. Ennek a lukacsos sávnak a legelejére kell pattintani, az első háromra. Így kell rápattintani ide az elejére, és a másik oldalra szintúgy, jó? Igazából ezek lesznek a motorgondolák szerintem, megmondom őszintén. Nagyon jó. Tehát megvagyunk, akkor idáig így nézünk ki. Próbálom megforgatni, hogy több szögből is, hogy lássátok, hogy néz ki az egész. Jó, jön a 22-es kép. A 22-es képhez szükségünk lesz 2 darab 1x4-esre. 1 és 2. És még ő valahonnan mindig azt mondja, hogy szerezzünk magunknak ilyen nem íveset. 1 és 2-t ebből, és a kicsiből is szintén kell nekünk, ami nem íves. Figyeljetek, ami nem íves, ilyen fajta. 1 és ebből is kell 2. Jó, amikor ez megvan, ezt a következő képen kell csinálni. Az 1x4-es lapos, az ide fog bemenni, ide előre, és ezzel teljesen kisimultott szárnyak az alsó része, és a másik pedig ide fog bemenni így,
Nagyon jó. Hát két oldalt ezt kevesen kiküszöböltük. Jó, akkor a következő a megoldás, az egyesek fognak jönni. Az egy, ide fog jönni a sorokra az egyes, így. Ez mindig lepattam innen, nagyon nem szerettem, nem, de most már nem fog. Mert fogom a kettest, és itt, amit beraktunk, fekete kis akármit nem véletlenül tettük be oda, és ezzel megfogatjuk ezt így. Tökéletes. És a másik oldalt szint úgy fel kell tenni az egyest, és fel kell tenni hozzá a kettest, és amikor ez fent van a helyén, akkor eléggé fixen megfogadtuk ezt a részt. Így néz ki az a rész ott bent. Eltűnt az a kis fekete valami. Tökéletes lett. Nagyon jó. Lapozhatunk tovább. Sokára el fogjuk érni a harmadik számú zacsit. Na, most már nem kell nekünk más a 23-as képen, mint ilyen fajtából, ilyen, most az íves látjátok most már, egyszer kettes, ebből négy kell. Egy, kettő, három, és négy, és ebből a ilyen fajtából, ami egyes, de ugyanúgy íves, ebből is szintén négy kell. Egy, kettő, három, és négy. Ez a 23-as kép. A 23-as képnél, miután elértük ezt a részt így, ide be kell nekünk tenni először két darab, ide az egyik oldalra egy kettest, úgyhogy így legyen íves. A másikat az pedig az ellenkező irányból, tehát azt pedig így kell berakni. Így, és mellé kell tennünk egy-egy darab egyest, ugyanabb olyan módon, mint ahogy azt a kettest tettük. És akkor így fog kinézni ez az egész, mindjárt hozom itt a kettes, itt az egyes, látjátok, és innen meg így íves, innen meg így. A másikat ugyanígy kell megcsinálnunk. Jó. Egyes, meg az egyes. Nagyon jó. Oké. És most az egyik is készen van már, és a másik oldal is készen van. Nagyon jó. Most az utolsó az azt mondja, hogy fordítsuk vissza a szárnyunkat. Visszafordítatja velünk a szárnyat. És mindösszesen kettő dolgot kér tőlünk. Kér tőlünk egy világosabb és egy sötétebb egyszer-kettes fedelet. Maradt pár alkatrészünk, köszönjük szépen a Kobinak ezt a dolgot. Ezt én beleszúrom ide, ezt a megmaradó alkatrészeket, valamilyen még jó lesz. Ugye ide mérhetitek, ha szeretnétek, vagy szeressük, akkor mérjük ide egy az egyben, az ide fog illeni. Nagyon jó. És akkor azt mondja ő, hogy a sötétebbik egyszer-kettes, azt ide kell a sarokra tenned, ide, a világosabbikat pedig a másik oldalra kell föltenned. És ezzel kivégeztük a kettes számú zacskót, jön a hármas számú zacskó, nem titok, nem ámítás, jön a harmadik számú zacsi, amit szintén most fel is bontunk. Úgyhogy még milyen tök, hogy a kettes zacsit én felbontottam és szétszórtam, és nem kellett még azzal is küzdeni. Nem elég egy részben egy zacskó bontás, tökéletesen elég, úgy gondolom. Így is eléggé borzolom az idegeiteket ezzel a nem túl gyors összerakásommal, de hát ez van. Na és akkor fogjuk, kezdjük, felolvasjuk a zacskókat, és ki is szórjuk, nem válogatunk most semmit, most ezekből a zacskókból igyekezzük a maximális biztonsággal kiszedni az összes alkatrészt. Nagyon jó, egy már készen van, fogunk beszélni egy másikat elő, ezt is felvágjuk, mint hasfelmetsző a lányok hasát, és akkor csak ők elkapták minket, még nem fognak talán. Na és akkor ezt megint felvágom. Jó, ez is megvan. Így néz. És maradt még egy utolsó pici kis zacsikánk, amit szintén felvágunk.
Itt még maradt egy ilyen kis akármi. Kettő maradt. Valahonnan lehagytam azt, mert akkor, na nézzük csak meg. Ez nekem nagyon nem tetszik. Kettő maradt két kis valamink. Lapozzunk csak vissza, hogy honnan hagyhattunk le még elemet. Már az nem tetszik nekem a két kis picikét. Ebben nem kellett ilyen kicsi, nem kellett ide, a kettes zaskótól kezdjük gyorsan visszalapozni. Jó, ide nem kellett ilyen, igaz? Nem. Jó, egy-két, igen, oda nem kellett kettes valami. Jó, ide nem kellett egyszer kettes, ide sem kellett egyszer kettes. Ide sem. Én nem látom, hogy bárhol is kéne. Arra nem kellett, így van. Az előtte lévőből meg. Nem mindegy, ide rakjuk azért, hogy ha kellene, akkor van még egy felesleg. Szerintem csak több szórod bele valószínű, mert nem látok olyan helyet, ahova kellhetne pluszba kis elem. Nem látok abszolút. Nem az időtöket akarom húzni, csak nem akarom elrontani a játékot. De nem látok ott. De még előtte sincs igazából egyszer-kettes sehol, ahonnan kimaradhatna. Különösebben. Ja. Onnan van, de az meg benne van már. Vagy kimaradt volna onnan. De nem az ott van. Ott van az egyszer-kettes benne szerintem. Az ott van alatta szerintem, így van, ott van alatta. 99%-os valószínűséggel ott kell lenni alatta. Ja. Ott van alatta, így van. Jó, hát mindegy. Ajándék Kobiéktól. Jó. De ha viszont kell, akkor majd tudunk előhalászni ilyen pluszosan. Jó, kelleni fog egy és kettő ilyen. Kell majd kétszer négyes ből kettő, egy és kettő, és akkor ezeket össze kell simán így állítanunk. Valamit is veszem a hallót, meg mindent. Ezt így össze kell állítani. Nagyon jó. Amikor ez megvan, jó, ez a 25-ös kép. A 26-os kép jön az egyszer 5-ös, ből kell kettő, egy és kettő. Semmi más dolgunk nincs, mint ezeket összekötni. Jó, abszolút semmi más dolgunk nincs. Ezeket össze kell rögzíteni. Mert hát nem gyártottak kétszer ötöst, hanem inkább gyártott egy ilyen rezet, és összeköti vele ezzel. Nagyon jó. Most pedig kell nekünk egyszer hármas. Aha, egyszer hármas kell. Igen, ilyen fajta. Lapos, egy. És kellene még egy ilyen egyszer hármasnak valahol. Ez sem az, ez az, jó. Egyszer hármasból kell kettő, és kell kettő ilyen fajta egyszer kettes, de ilyen kampós végű. Egy és kettő. Na, amikor ez megvan, akkor erre föl kell tenni az egyszer hármast oda, ahol a végén az egyszer kettes volt, így keresztben, és utána rá kell pattintani a kis kampót, és akkor ez így néz ki, oké. A másiknál szintén ugye itt lehet látni, hogy egy kicsike van, tehát itt ezt rögzítjük megint egészen biztosra, és akkor ide meg fölpattintjuk rá ezt a karmot, és akkor ez így meglátszódik. Nagyon jó. Jó, amikor ez megvan, akkor megint kell nekünk két darab egyszer kettes, egy és kettő, és kell megint kétszer négyes, ből, laposból, két darab. Igen. Hát akkor ezt most az ellenkező kép rakatja föl rá velünk, tehát ugye a kampótól távolabbi helyre kell föltenni a kétszer négyest, így ide, és az egyszer kettes pedig így ide, és ezáltal szerintem teljesen visszastabilizáltatja velünk az egész módszert, hogy jó legyen.
Tehát így fogunk kinézni, bocsánat, leesett. Tehát így nézünk ki jelen pillanatban. Három magasságban, hármas magasságban. Ez a 28-as kép, és lapozzunk tovább. Most fog kelleni nekünk olyan, lehet látni az elején ugye a motornak a légnyelőjét, ilyet kell keresni, egészen pontosan kettőt, és meg is van, nagyon jó. Ezt a motor légnyelőjét azt ide elé kell tennünk, ide egy, és a másik oldalra kettő, nagyon jó. És kell nekünk még két darab, kétszer hármas, egy és kettő. Mikor ez megvan, ezt a légnyelős dolgot, amit ide raktunk, ugye ezt, amit ide raktunk, odatoljuk és ezt összefogatjuk, így ilyenné, jó? Mind a kettőt, ez az, meg vagyunk, nagyon jó. Oké, és amikor ezt felraktuk, akkor keresnünk kell négy darab ilyet. Egy, kettő, három és négy, és ezeket föl kell tennünk ide, így, erre az elemre. Tehát most ugye így nézünk ilyen módon. Jó, a másik az szintén úgy kell, hogy kinézzen, mint ez, csak az ellenkező irányból. Ugye, mert egyik jobbos, másik balos. Amikor ezzel meg vagyunk, akkor fog kell nekünk kettő darab, kétszer négyes fekete lapos, amit egészen pontosan rá kell tennünk a leges legelejére, így rápattintjuk ide, így. Jó? A másikat a másikra. Super. Utána keresünk két darab egyszer kettes feketét. Igen, meg is van. Tehát ilyet, ilyen lapos feketét, ilyet. És mögé pattintjuk ennek a kétszer négyesnek ide. Egyszer így ide, jó? Hát akkor egy maradt ki belőle csak hátul. Jó, ezzel megvolnánk. Na, akkor most azt mondja, hogy kell nekünk ilyen fajta, ilyen. Ebből négy kell, jó? Egy, kettő, három és négy. Most veszem a csipeszt, mert egy kis valami kell majd, amit mutatok nektek, mi kell hozzá. Egy ilyen rúd kell, kettő. Jó? Majd azt is mindjárt mutatom, hogy miért kell kettő. Ugyanis meg kell fogni ezt a valamit, és bele kell tolni a rudat, így bele kell tolni, és a másikat, ugye a hosszabbik kilógó résszel össze kell őket tolni, így. És akkor ilyet fogunk kapni belőle, jó? Nagyon jó. Tehát van kettő ilyenünk. Ezt a kettőt a rövidebbik felével, ezt a kettőt a rövidebbik felével rá kell pattintani ide a végére ennek így, hogy itt tudjon mozogni, jó? Oké, és másikat meg a másik ilyen, ugyanilyenre. Ez az. Oké. Utána elő kell nekünk kotorni, azt mondja, hogy két darab ilyet, az a keréknek a közepe. Igen. Két darab keréktengelyt, ami fogom és mutatom, hogy néz ki. A másikat fogom megmutatni nektek, jó? Ami így néz ki. Így, jó? Kettő kell ilyen, és kettő darab gumiabroncs kell. Jó? Oké, meg vagyunk ezzel is. Na most. Amikor ez megvan, akkor ezt úgy kell beletenni, hogy a gumit rá kell pattintani a helyére. A következő módon szerintem. Ugye itt látszik, hogy ez a gumi ilyen. Tehát szerintem azt, ami kifelé fog állni,
Tehát úgy kell, hogy egyet így kell csinálni felétek, hogy ez így álljon. Mindjárt mutatom, hogy mire gondoltam. Tehát így kell kinézni a belső felének, és így kell kinézni a külső felének, jó? Ez a lényeg. Oké, amikor ez megvan, megfogjuk ezt a kis tengelyt, és a hosszabb felét, a hosszabbik felét toljuk bele a kerékbe, így belülre, szerintem, ha jól látom. Igen, és így kell beletenni a futó kereket a helyére, ide és ide. Így, és akkor így fog kinézni ez az egész, jó? A másikat meg ellenkezőképpen kell csinálnatok, és azért kellett a hosszabb felével, mert ha hosszabb felével raktad be, akkor mindkét oldalt egyformán lóg ki. És azért mondtam, hogy így, hogy szerintem így akkor a kerék az mind a két oldalon kifelé fog lenni ez a szebbik fél. Utána keresnünk kell nekünk két darab 1x4-es laposot, 1 és 2, és ezt az 1x4-es laposot ezt fel kell pattintanunk ide így, hátulra, ide keresztbe, 1-szer és 2-szer. Nagyon jó. Ezzel meg is volnánk, haladjunk tovább, lapozzunk. Jó. Okés. Na, most kell nekünk a 36-os ábra szerint kell egy kettő darab 2x8-as, egy világos és egy sötét. Jó? Na most akkor a sötét legyen ez az oldali, és ezt fel kell nekünk pattintani úgy, hogy igen, hogy kettő nyit lógjon le, és a végén legyen, jó? A világosabbiket meg a másik oldalra. Nagyon jó. Jó, most jön a 37-es kép. Fog kelleni ilyenből is. Van világosabb. És kell lenni elvileg egy sötétebbnek is. Valahol. Valahol egészen biztos, hogy kell lenni egy sötétebbnek. Igen, megvan. Hát ebből is egy világos és egy sötét kell, és kell két darab 1x2-es, két darab 1x2-es lapos. Nagyon jó. Azt mondja, hogy az 1x2-est, azt ide a legvégére kell fel pattintanom, ide a legvégére, fölülre. Így. Nagyon jó. És a világosabbik ilyet, azt persze a világosabbra, alulra, ide, így. Ez az, meg vagyunk. A másiknál pedig ugyanígy kell megcsinálni, csak sötétebbel, jó? Nagyon jó. Ezzel megvolnánk. Ez a 37-es kép. Most fog jönni a 38-as kép. A 38-as képhez szükségünk lesz 4 darab ilyen fekete elemre, ami így néz ki. 1, 2, 3 és 4. Megvan. És kell... Azt mondja, hogy egészen pontosan 4 darab zöld, ami így néz ki, így, és ez a világosabbik zöld fajta. 1, 2, itt nincs különbség, itt mindegyik világos zöld lesz. Oké, na, amikor ez megvan, a 1x4-est, azt ugye a 2-est kihagyjuk elől, és mögé felpattintjuk egyszer ide, így, és a mögé pattintjuk a másik 4-est, azt ugye így, és föltesszük mögé a zöld elemet, 1 és 2, és 1 az így fog kinézni, akkor ezáltal ez a sötétebbik van megcsinálva most, megcsináljuk a világosabbikat is, ott ugye színhelyes lesz a dolog, de ezt szerintem így találták ki, hogy ez meg ilyen fajta legyen. Na, ez pedig így ilyen lett, jó? Oké, és nagyon jó. Amikor ezzel megvolnánk, akkor kell nekünk a világos 1x2-es zöldből egy darab,
is kell. Hoppá, hoppá. Hát ez már a következő rész tartalma lesz. Vagy még ezt felrakjuk? Üsse kavics, srácok, ezt még kikeressük és felrakjuk, jó? Az múltkor kicsit majdnem rövidebb volt, tehát kell még egy sötét is hozzá, egy egyszer-kettes. Igen, kell hozzá nekünk ilyen fajta elem, ilyen motorburkolat szerűség, ebből kell kettő. Megvan. És kell kettő fekete, ami így néz ki, mindjárt mutatom nektek. Így, jó? Na. Azt mondjuk, akkor fogjuk meg az egyiket. Az egyik motorburkolatot, azt föl is pattintjuk így ide. Össze nem téveszthető módon. Oda került, és oda megy föl az egyik fekete. Ide, így rögtön hogy a kettes volt csak magába. És arra megy föl a világos zöld, mert ez a világos zöld oldal. Jó, tehát ez így fog kinézni. Nagyon jó. A másik oldalra fölmegy a szürke, fölmegy rá a fekete, ugye ez a propellernek lesz a tartója, és fölmegy rá a sötétebbik zöld, és ő pedig így fog kinézni. Hát nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megnéztétek ezt a mai második részt. Ismét jól haladtunk, azért lesz még pár rész, ahol össze kell pakolnunk ezt a gyönyörűséges henkelt. Nagyon-nagyon tetszik, egyre inkább tetszik ez a repülőgép, megmondom őszintén, és nagyon szomorú lettem volna, ha nem építem meg. Úgyhogy gyertek el legközelebb is, én már ennyi voltam. Ha tetszett, egy lájkot csapjatok ki, sziasztok!